Na, megtankoltam valossal, megálltam a Home Depotba is. Egyet hazafelé. Korvettecske. Ez valami újnak néz ki. Meg alig vegyek egy csepp ragasztót. Szíjam fel az óromon. Na, nem az óromra kell, hanem a baseboardra. Azt mondja Benedek Laci jobb, ha van egy kicsi ragasztóm is, mert szar lesz felszegálni a baseboardot, gyerekek. Még nem próbáltam meg, de tudom, hogy szar lesz. Ugye megvettem a tegnap előtt, vagy mikor a szegeket. Nem tudom, a rómmal csináltam a videót. De az a baj ugye, hogy kéne tenni minden startba két szeget, egyet felül, egyet alul. Az alsó szeg mondjuk mehetne a szírplejtbe, alul az a tubak szixbe, ami le van rakva a fal tetejére. Na, nem tudom, most megértitek-e, miről beszélek, mindegy. Lényeg az, hogy vannak ezek a lekötők, ezek a hurikán lekötők, amit minden startra tettem fémből, és nem biztos, hogy a szeget... Várjátok, már ide jöttünk. Hát nem, ide a büdösség van, itt ilyen ragasztószag. Ja, tehát nem biztos, hogy a szeget el tudom-e ütni. Mert belé fog menni ezébe a fénybe. Excuse me, sir. Have a quick question if you can help me out, maybe. So I want to get some glue, some liquid nails for to glue the MDF baseboard. Baseboard? Yeah. I'm gonna nail it too, but I want to use some glue because some spots I cannot put a nail in. So I've been told I can use some liquid nails. Yeah. Which one would you recommend? This one here? That's Loctite, same thing, it's for wood. Same thing? Yeah. The one next to it's for paneling. And the one next to that is for molding and paint. So any of those will work. So any of those will do what you want it to do. To glue the MDF to the drywall. Yep. Alrighty, thank you, sir. Yep. Loctite 510 PL. Okay, as me as paneling. Wooden foam molding adhesive, vinyl stain interior, liquid nails, paneling, 10 ounce, Loctite, mi a különbség? Liquid nails. Laci, milyen is mondtam, már elfelejtettem. 400-as mondta, mintha heavy duty construction, vagy csak vegyek ilyent. Ilyen simát, vagy nádlist. Paneling, molding and paneling, ja. Mindegy, ez jó lesz, veszek ebből kettőt. És az elég lesz. Hol vannak ezek a mások? Na mindegy, jó van, elég ez. Két tubus, biztos elég két tubus. Gorilla tape. Oké. Egyéb nem eské. Mi kell még? Valami biztos fog kelleni még. Fajanc. Ez csak 82 cent square feet-je. Melyiknek? Ennek?
Elég szép, ez tetszik. De nem veszem meg. Ez még fajnabb, ne. Ah, de milyen taknyolás ilyen kicsi darabokból lerakni. Mondjuk van ennél kisebb is, de... Whatever. Konyhát veszünk-e, nem, mert nincs víz. Ilyen bolonkodló. $4,800. És ez nem is nem konyha ez, na. Kezd indiános lenni a frizuram, gyerekek, évezem. Kunkorodik meg hátul. Ez izé fürdőszoba, vagy mi ez? Vinyett. Mit tudom én, hogy mi az? Nem értek hozzá. Ezt tudom, hogy valami bórhüttő. Nem érdekelnek a szekrények. Jó. Kérvegyek egy ajtót. Gránit. Spriccelót ki lehet húzni. Nagyon fancy. Kicsit ki lenne jobb rugója visszahúzni a jobban. $1,600 itt egy kézi. Kajha. 700 itt egy gőzelszívó. 1800 itt egy jégszekrény. Fogyasztó valami. El kell a francnak. Oké. Milyen lámpát vegyek, Tibi? El kell Tibit hívjam megint, mert kell vezessem be a villanyt felül, és van egy pár kérdésem. Bella Tibi barátom, ott Konyetikutból zaklassam egy kicsit, Tibi már unod, de sok kérdéseket. Milyen valamilyen izé mécsest az ajtó elé. Nem, és valami LED-t kell vegyek, valami erősebb kell. Ezek csak olyan izé kriptolámpák. De gyenge fényűek, mert van kell, hogy világítson rendesen. Van egy LED-s ilyen világító lámpám, de egy ilyesmi van, de napellemes. És nem le... Mit tudom, adapterrel fel lehet tölteni, nem tudom, be lehet-e, biztos be lehet úgy kötni, hogy ez mozgásérzékelősök ezek. Annak is van mozgásérzékelője. De jó, valami ilyesmi, ne. Ó, rohadt drágák ezek, $90. 300 volt, 500 volt, $35. Ja, az ajtó elé akarom, hogy tornác ajtója elé, hogy lássak egy kicsit az a drive-en ki. Mit tudom én. Kőlámpa. Pagoda. Szóval. Oké. Okay. Csekkoljunk ki egy magunkba. És menjünk haza. Kétszer szkennelted be, pont jó, már kettőt vettem. Pay now. Credit debit. Traffic mester. Na mi a bajod? Nem.
nem kell cashback. Apróbáltak, nem kell email receipt. Sokat nem jó fogdosni, azt mondják ezt a izét. Címkét, mert BPA van benne, s megdög lesz tőle. Folyékony szeg, liquid nail. Ilyen fáján kicsi hobogó. Rough House 50-es. Ezért 295 mélyföld rajta. Szar. Na, szőnyegesek bézártak. Bécs a szőnyegesek. Mi ez, jaguar? Ja, macska. Pitty. Ja, az új Corvette nagyon dögösen néz ki. Nem tudom, az a legújabb, de úgy néz ki. De nem venném meg, ha lenne pénzemre, akkor se. Inkább fődet vennék. És gyümölcsfalkot. Kell a francnak kocsi. Ha bár tűnődök vagyok egy olcsó minivent, egy ilyen 6-700 dollár itt. Dodge Caravant nézelődtem és Craigslisten. Jó öreg motorka, már viszem mindenhova. Nem is kell most. Okay. Ennyi volt a shoppingolás, gyerekek. Menjünk haza. Megvan a lépcső. Hónap után hazajövök a fogászatról. Csak fog kelleni egy ajtó, az az ajtó túl nagy. Azt mondja Laci, hogy le lehet vágni, az ajából kell kivágni, és na miért csukom le? És a lemezt, az alsó lécet visszatenni. De az a baj, hogy egy kicsit nagyobb, és 33 inch nekem a nyillás. És az ajtót okostól 33 és 1/4. Úgyhogy nem fog beférni, tűnődtem, hogy valamit taknyoljak. A keretből kivágjak, vagy a 2x6-ből leforogjak, de túl sokat le kéne forogni. Ja, nem... És lehet, hogy megpróbálom hónap már, csak azért is, mert nem lesz, amit csinálok azzal az ajtóval. Tehát egy használt ajtó, James nekem adta ingyen, és vagy kidobom, vagy odaadom ajándékba valakinek, vagy mit tudom én. Úgyhogy ennyi erővel megpróbálhatom beerőszakolni oda valahogy. Kicsit lefurok, faragok valahonnan egy-egy kicsit, és nem elég egy negyed incset lefaragni, ugye, mert hogy fixre bemenjen. Legalább egy kéne egy fél incs mind a két felén, hogy be is lehessen állítani. De meg kell mérjem túlfelől a nyillás, ha egy kicsit nagyobb oda bemenne, akkor megtartanám annak a klozett ajtónak, és akkor jönnék Home Depotba, vennék egy másikat, egy 30 incsest a főbeállathoz. Kell vegyek keretet is, tehát ajtó 30 valami dollár, keret még 30, tehát megint el kell küldeni, vagy és még zárat rá a kilincset, egy 100-as megint el van menve. Pénz mind a harmat, úgy illan. Na, elegem volt, nem akarok most már többet befektetni a hadvösedet, de muszáj, be kell fejezni, mert be kell fejezni. És akkor még nem lesz vége, ugye?
Neki kell Alex Sidingot kell rakjak, s a tetőnél is befejezzem, amit be kell. Mikor azzal meg vagyok, még az első szezon előtt a két oldalon, s az előtt a tornac, tehát ennek a hosszabbítást is újból kell csinálnom nagyobbra, jobbra, hogy ne csapjon be az eső. Ha bár most alul ott az OSB, az már sokat kivéd, de még meg kell hosszabbítani, tehát őt újból kell csinálni, mert nem tetszik így, ahogy van. Na. Úgyhogy még valamit csinálni, de legalább van most egy kis segítsége. Ügyes a Leánka. Hamar tanul. Fogékony. Úgyhogy... Ja. Megbütyköljük, lassan minden meg lesz, gyerekek. Csak már vegyek egy rohadt billencset, mert nem bírok nyugodni, míg nem lesz egy billencs. Annyi akar, milyen a szar is csak menjen valamennyire. Hozzanál 20 yard múlcsot. És... mit tudom én. Na jó. Menjünk haza. Mennyi az idő? 9.22, 10-re otthon vagyok. Oké. Okay.